Hát nagy lépést tett előre a csapat a bajnoki cím megnyerésére, hiszen véleményem szerint a legveszélyesebb üldözni azért a Fehérvár, még akkor is, hogyha pontszámban hátrányosabb helyzetű, mint a Győr. Egy nagyon nagy 3 pont volt, erre szoktuk mondani, hogy 6 pontos mérkőzés volt. Én talán a fordulópontot abban láttam, hogy a Kecskemétet sikerült legyőzni. Mert a 9 pont előnnyel elmenni, még ha vereség van belőle, akkor is egy megnyugtató 6 pontos előny lett volna. Tehát az a fajta biztonság, amit érezni lehetett a játékosokon, még akkor is, hogyha ennek egy nagy komoly tétje volt ennek a mérkőzésnek, ez sokkal inkább lejött a debreceni játékosokon. A veszíteni valója sokkal nagyobb volt a fehérváriaknak, amiben aztán ők meg el is követték azokat a hibákat, amitől elvesztették a meccset. Mind a két csapat vezetője beharangozta azt, hogy támadó futballt játszunk, sőt, mind a két csapat játssza a futballt a szószoros értelmében. Ennek ellenére a helyzetek igencsak elmaradtak, és persze a Debrecen nem volt rá kényszerítve, hogy most mindenféleképpen támadjon, de sokan kritizálták azért a színvonalát a meccsnek. Szakmai szemben milyen volt ez? Egy rangadó általában az óvatos játékot hoz, tehát nem a látványos és a fordulatos adókapokról szól, hanem sokkal inkább az óvatos játékról. Ezt tükrözte ez a mérkőzés is, tehát egyik csapat sem akart gólt kapni, tehát nagyon precízen jól megszervezték a játékokat mind a két oldalon, tehát kioltották egymást a középpályán. De én nem számítottam más mérkőzésre, tehát én egész biztos voltam benne, hogy nagyon szoros lesz a küzdelem, és egy-egy gól dönthet. Aki az elsőt rúgja, az majdnem biztos, hogy meg is nyerje a mérkőzést, és ez be is következett. Itt nem a látványosságról kellett, hogy szóljon, hanem az eredményességről, és ilyen szempontból egy picit a látványosság rovására ment kétségtelenül ez a mérkőzés. Tehát azt éreztem, hogy az a közösség, amit ma fel tud vonultatni hétről hétre a debreceni csapat, ez egy sokkal összetartóbb, erősebb, homogénebb társaság, mint a vele szemben lévő Videóton volt. Érthető okoknál fogva, tehát itt azért a saját nevelési játékosok, tehát sok minden. Tehát én azt mondom, hogy ez egy jó példa a magyar labdarúgás számára, hogy azok a közösségek, akik hosszú időn keresztül együtt tartoznak, és az értékrendjük közel hasonló, és azok a közösségek, akik képesek egymásból többet kihozni, és nem egymást kioltani, akik elfogadják a másikat, akik bizalommal vannak a másikkal szemben, azok csapatjátékban eredményesebbek tudnak lenni. Nem mindig van ez így, de azért legtöbbször ez így van, és ez most ezen a hétvégi mérkőzésen meglátszott. Kik azok a debreceni labdarúgók, akik kapitányi szemmel tetszenek, a teljesítményük esetleg beharangozni őket, hogy később a vállalatot kényszerűen kapjanak? Hát igen, a Marga Józsi az, aki jelen pillanatban a keretünk osztatos tagja, nem véletlenül. Voltak korábban játékosok, mint a Cvitkovics Petyéknél, amik elmondták. De a feltörekvő új nemzedékben nem csak az, mert mondhatom a Mészáros Norbit is, aki folyamatosan a korcső alá helyezik a mérkőzésen, és van is egy ilyen tervünk, hogy a áprilisban és májusban 3-3 napra egy liga válogatott kapcsán megméressünk az NBA-ben kimagasló teljesítményű útra játékosokat. Tehát ezek közé tartozik nyilván a Mészáros Norbi is, hogy ide tartozik a csapatkapitány Szakály Peti, ide tartozik a Korrut, aki az elmúlt ősszel kifejezetten jó teljesítmény nyújtott. Talán most tavasszal egy picit halványabb ez a teljesítmény, de vannak néhányan, akik felhívták magukra, mondom, a legfiatalabb játékosok egyike, akár mondhatom a Bódit is. Figyelemmel kísérjük őket, és ha majd meglátjuk április közepén, hogy kik azok, akik meg tudunk hívni pillanatnyi formájuk kapcsán, de ez a liga válogatott, ez egy nagyon jó lehetőség lesz ezeknek a srácoknak, hogy a felzárkóztatás, a válogatott előszobájában való érkezés kapcsán egy jó teljesítménnyel lehetőségük legyen erre a hajtótörténő belépésre.